Adjon Isten, szeretettel köszöntök mindenkit az N1 kávézóban. Mai vendégem egy énekes dalszövegíró, az Ossian zenekar frontembere Paksi Endre, Isten hozott. Szervusz, én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Azt kérdezném meg, hogy nálad a zene, az honnan jött? Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezt utólag sokszor megpróbáltam kielemezgetni, és nyugodt szívvel állíthatom, hogy az én drága családomban semmiféle ilyesmi indítatás nem volt. Egy nagyon becsületes, nagyon egyszerű zuglói munkás családból származom, ahol se a nagyszüleim, se a szüleimnek semmiféle ilyen kreatív elhivatottsága nem volt. Sőt, a legkorábbi emlékeim közé tartozik, hogy amiket ők szerettek zenét. Tehát egy vasárnap dél körül, amikor ezerre szólt a Jó ebédhez szól a Nóta című műsor, autentikus, és hát Isten bocsásson meg, és ne haragudjanak rám a magyar nóta kedvelők, én attól kész voltam. És nagyon kisgyerek voltam, és valahogy mégis nem tetszett. Pedig mindenkinek a családban, és azt szokták mondani, hogy akkor ez egy darabig a gyerekeknél is működik, hogy azokat a dolgokat szereti. Lehet, hogy ez az is hozzátartozott, hogy sokszor azért olyan hangokon szólaltak meg ezek a nóta énekesek, tisztelt a kivételnek, amitől falramáztál, nem? Nem tudom, erre nem jöttem rá. Azt tudom, hogy 8-9 évesen egy nagyon rövid ideig Kós Jánosos voltam. 8 éves ilyen korszakod volt. Igen, a Nem vagyok teljesen őrült, meg a Macska duett a Hofi Gézával azért az nagyon rendben volt. Csak kislány a zongoránál. Az már nem. És akkor olyan 10-11 éves koromban a Szokol Zsebrádión a Komjáti Gyuri bácsi, akinek Isten áldja meg a tevékenységét, ugye volt a Beat kedvelőinek, és nem is tudom mi volt még, volt egy másik műsor. Nem, azt nem ő csinált, az a Szabad Európásoknak volt valami műsor, na mindegy, és ők minden pénteken 14 óra 45 perckor leadtak valami nagyon jó nyugati nagy lemez teljes egészében, és előtte volt 45 perc vízállás jelentés, aminek soha nem akart vége. Tudnál abból idézni a vízállás jelentést? Persze, hajók találkozása. Köszönöm szépen. Akármi. És akkor jöttek a jobbnál jobb zenék, és nekem a legelső élményem a T-Rex, a Tyrannosaurus Rex-nek a Children of the Revolution című ilyen hard rock nótája, és valami elementális erővel így elkapott, hogy hú, ez valami nagyon jó. És akkor onnan a dolgok ilyen láncreakciószerűen folytatódtak, akkor 15-16 éves koromban elkezdtem járni a Budai Ifjúsági Parkba. Tényleg egy barátom ajánlott, hogy van egy nagyon jó zenekar, ez volt a P-Mobil. És hát a Wikidá Gyulát, ott kész voltam, tényleg. És évekig, hosszú évekig. Kérlek szépen, hát ez olyan 76 körül volt talán. És hát sok más ilyen magyar rockzenekarra is jártam. És akkor én úgy éreztem, hogy nekem ezt kell csinálnom, és ez egy nagyon, nagyon jó ötlet. Ebből kifolyólag aztán hát részt vettél elég ikonikus zenekaroknak a létrejöttében, a Pokolgép és az Ossian. Ezek hogy történtek akkor? Hogy jöttek össze a csapatok? A 20-as éveim az teljes mértékben a garázszenélés ilyenében zajlott. Óriási hittel, különböző formációk. Én ugye akkor Zuglóban laktam, és volt, hogy Sziget-Szent Miklósra hetente háromszor tömegközlekedtem ki, és egy lepukkant műhelyben próbáltunk. És ebből állt a tevékenység. Ebből állt a tevékenység, így van. És ezekből úgy nem lett soha semmi, de hát azért szerintem egy jó alapiskola volt. És aztán valamikor a 80-as, 70-es évek végén én megismerkedtem a Kukovec Gáborral újsághirdetés alapján, mert akkor semmiféle ilyen zenei vagy rockzenei szaksajtó nem létezett. Tudod, hol keresték a zenészek egymást? Az Express újság vegyes rovatában. Én is. Tehát volt egy eladó Trabant, meg egy olajkája, és között a zenekar basszusgitárost keres. És akkor ez így volt, pontosan a Gáborék kerestek egy basszusgitárost, ugyanis én basszusgitárosként indultam. És akkor úgy összejöttünk, akkor mindenféle próbálkoztunk, kísérleteztünk, és akkor kialakult a korai Pokolgép zenekar, amihez ugyebár csatlakozott a Kalapács Józsi, és akkor ott egy-két évig én is ott ténykedtem, írtam dalokat. Ez nevezzük a heavy metalnak az új hulláma volt, ez odakint is akkor bontogatta a szárnyait, és akkor mi voltunk ennek a magyar leképződése. Na az érdekes, hogy pont ez a két ikonikus zenekar is
mind a kettőnek az alapításában részt vettél. Igen, hát nagyon, nagyon megtisztelő volt, ahogy bemutattál. Ehhez még úgy szerényen hozzátenném, mert ezt úgy kevesebben tudják, meg ez úgy nem derül ki annyira, hogy én nem csak szövegíró vagyok, hanem azért a zenékben is nagyon komolyan részt szoktam venni, mert általában mindig én írom meg a nem csak az ének témákat, hanem a verzéknek, refréneknek a harmónia menetét is. Isten bocsássa, elég gyakran riffeket is kikaparászok, mert ha nem is vagyok olyan nagyon jó gitáros, de a basszusgitárosi múltamból kifolyóan azért össze tudom magam szedni, és akkor ott fölnyomom, és aztán persze mindig nagyon tehetséges és ügyes gitárosokkal játszottam, és ők azok profin megoldják a dolgot. De ez úgy van nálad, mint sokaknál, hogy autodidakta módon kezdtél el mondjuk basszusgitározni annak idején, vagy járogattál tanárhoz? Jártam. Én először a Sáfár öcsihez, a Sáfár Józsihoz jártam, és ők akkor egy hihetetlenül jó instrumentális progresszív zenekart csináltak a Lerk Pistivel, és az azóta tragikusan elhunyt dobossal, akinek sajnos most nem jut eszembe. Ja, Herpai, bocsánatot kérek tényleg. És ők egy V73 nevű, és Emersonokat játszottak, Muszorszki feldolgozást, Weiner Leo Róka tánca, hát nagyon-nagyon képben volt a Józsi a hangszerével, zeneelmélettel, és én följártam hozzá, és tanultam. És ő tőle nem csak technikai dolgokat, hanem nagyon sok zenével is megismertetett, hiszen ugye én a 70-es években kezdtem a zenével foglalkozni, és ő visszavezetett engem régebbi dolgokra. Én általa ismertem meg, és szerettem meg a Beatles-t, mert az nálam azóta is ez egyik nagyon nagy alap, de nagyon sok más zenészt is. És aztán jártam egy nagyon rövid ideig a Németh Alajoshoz is, aki meg a Minibe játszott akkor jazzrockot. Ezek nagyon jó iskolák voltak. De említetted a Beatles-t. Van kedvenc számod, vagy rengeteg van, mert a Beatles nehéz eldönteni? Rengeteg. Megdöbbenek, hogy ismerve a Beatles előtti zenéket, hogy ezek az emberek lefektették a modern pop és rock zenének minden létező alapját. És akkor abból az életműből inkább a keményebb, vagy azért a slágeresebb? Változó, de igazából én a líraibb dolgaikat talán náluk is jobban szeretem. Hát például az egyik őrletes kedvencem az Eleanor Rigby a Vonos négyessel. Az jó szól, biztos. Az érdekes, nekem is ledöbbentő, hogy a mai napig ezek ilyen frissnek tűnnek, ezek a felvételek valahogy. Bizony. Nem lehet őket túlszárnyalni szinte. És hangzásilag is. Egyetlen, ugye én úgy gondolom, hogy a 60-as, 70-es évek nagyon jól sikerült lemezeit egyedül a gitárhangzásokkal lehetett fejleszteni. Az elektromos gitár az nagyon sokat fejlődött az elmúlt 30-40 évben, de minden mást a George Martin és az akkori klasszikus hangmérnökök, hát meghallgatsz egy Yesterday-t, az Énekszandot, a tiszta gitárt, az a mai napig is tökéletes. Úgy tudom, hogy te írsz is könyvet, illetve írtál könyveket. Így de álnéven. Erről nem tudok, hogy éppen most mi az álneved, de ha erről mesélnék, akkor ezt megköszönöm. Ez érdekes sztori, mert a 90-es évek az hogy a klasszikus rockzenének, meg mindenfajta klasszikus élőzenének nem volt egy jó periódusa. Igazság okáért akkor nekem úgy egy kicsit a kedvemet szekte tényleg, hogy olyan zenék, olyan muzsikák voltak piedesztálon, ami nekem annyira nem. És akkor jött egy ilyen ötlet, hogy én imádom a thriller műfaját, és hogy kipróbálom magamat, írok. És esküszöm neked, semmiféle kapcsolatom nem volt ezzel a műfajjal. Én az aranyoldalakban néztem ki, hogy melyek azok a kiadók, akik ilyen jellegű könyvekkel foglalkoznak. Az Expressben. Volt aranyoldalak, az már komolyabb. És akkor szépen becaplattam, és teljesen meglepő módon a második kiadó, amihez bementem, úgy visszatelefonált, azt mondta, hogy ebbe látnak fantáziát, és akkor elkezdtem írogatni, és zsinórban 6 könyvet a 90-es években írtam. És igen, akkor én egy ilyen hunglis író voltam. Ez egy régi szép magyar hagyomány, a hunglis írók a 30-as évekre visszavezethetőek, hiszen félre ne értsen, senki nem akarok párhuzamot vonni a Rejtő Jenő, aki egy zseni, a P. Howard néven írta nagyon sok könyvét, és aztán itt mai napig is vannak írók, a Leslie Lawrence-től kezdve az Evelyn Marshig, akik. És akkor azt mondtam, ez egy jó pofa dolog, fölvettem a Paul Trent
írói állalet, és akkor minden különösebb tét nélkül írtam ezeket a könyveket. És most is ott vannak a boltokban? Ezek mikor jelentek meg? Ezek a 90-es évek közepén, olyan szerintem 94-től 98-ig folyamatosan megjelentek. Mi volt a fő téma, amit úgy kiemelnél ezekből? Ezek ilyen kis csavaros, izgalmas történetek, volt a lélekharang, volt a haláljáték, és akkor ezek ugye feledés homályába vésztek, és aztán egy pár évvel ezelőtt a jelenlegi zenei kiadóm kitalálta, hogy akkor adjuk már ki újra, és akkor ezek új borítóval egy kicsit átdolgozva szintén megjelentek. Az Oszcián az most ünnepelte 30 éves évfordulóját. Van valami újdonság, vagy meglepetés, amivel a rajongóknak kedveskedtek? Mivel mi sose voltunk, meg nem is szeretnénk nosztalgia zenekar lenni, ezért a 30 éves jubilomra is úgy készültünk, hogy már tavasszal egy új stúdióalbumot adtunk ki, ami már előrendelésben aranylemez lett, és aztán majd 10 napon belül platina, és ha jól tudom, most már lassan dupla platina lemez lesz. És most még itt augusztusban egy válogatás albumot is megjelentettünk, ami 30 év legszebb baladái címmel. És hát teljesen véletlenül az asztalon van. Én sem tudom, hogy történt. Igen. Igen, valahogy nem tudom, ide lehet. Oda is adom neked. Igen, ezt nem tudom, ezt így megmutatom. Ez miért különleges ez a válogatás? Mert kérdezted az előbb a Beatles-szel kapcsolatban, hogy melyik oldalát szeretem jobban a zenekarnak, és én nagyon férfiasan bevallom, bár általában mi ugye egy kemény zenekarnak vagyunk elkönyvelve, és hát a koncertjeink 90-valahány százalék az a lendületes dalok jegyében zajlik, de ahogy öregszik az ember, én egyre szentimentálisabb leszek, és ezek a balladák úgy nagyon közel állnak a lelkemhez, és úgy gondoltam, hogy összegyűjtöm őket egy csokorba, és ha valakit ez érdekel, akkor hogy egyszerre meg tudja hallgatni. Hangzásilag is összecsiszoltuk, hiszen különböző időszakokban születtek. Amikor mondjuk egy dal megfogalmazódik benned, az általában honnan merítetted? Milyen szférából jön először is, a hétköznapi élet, vagy esetleg magasztosabb eszmék? Ez is változó. Sokszor, mikor meghallgatok egy 10 évvel ezelőtti dalomat, és akkor úgy gondolkodom, na ez most hogy jutott eszembe? Ami nagyon érdekes, hogy sokszor az alapötlet, mert mindig kell egy alapötlet, egy kulcsmondat, vagy csak egy téma, hogy miről kellene szólni, és ez nagyon sokszor utazás közben jut eszembe. Ez nem tudom miért van, hogy az én drága feleségem mondta is, hogy akkor fölrak engem a 40-es buszra oda, és akkor ott körbe-körbe járok, és akkor... Végállomástól, és akkor majd összejönnek a dolgok. Viszel egy basszusgitárt, és persze. Persze, de tényleg arra például emlékszem, hogy nagyon szerettem volna írni van a Bátrakért című balada, és az pont a Gellért téren fogalmazódott meg bennem néhány kulcsmondat, hiszen vannak olyan helyek Pesten, ahol mindig az ostrom, a kitörés és ezek jutnak eszembe. Az egyik az ott a Gellért tér, és a Szél Kálmán kérnél is mindig ott a kitörés jut eszembe. És akkor ez így valahogy összeállt. Egyébként ezekkel a témákkal én úgy látom, hogy te így normálisan bánsz, ugye sok zenekar, vagy akiket mondjuk jobban futtatnak, azok nyilván kizárólag leszűkülnek egy bizonyos ilyen éjamának, felfogásnak. Ez szerinted miért van még mindig, hogy a zeneiparban ez még mindig egy ilyen válasz, vagy egy ilyen karantén? Hát én ezt úgy gondolom, hogy ez tudatos. Minket azt hiszem nyugodtan állíthatom, hogy majdnem teljesen hermetikusan kiszártak a médiából. Most így 2016-ban ezt állítod? Igen, ez az elmúlt tizenvalány évre abszolút jellemző. Pedig úgy gondolom, hogy egy csomó olyan dalunk van, ha már csak itt a lírai dalokat értem, amik nyugodtan mehetnének bármelyik rádióba, senki nem fog tüntetni a rádiót, hogy ezt most azonnal vegyék le, mert akármi. Ez egy nagyon egy hosszabb beszélgetést is megérne ez a dolog, de valahogy úgy látom, hogy ahogy a tévéműsorokat nézem, meg egyebeket, hogy a butítás. Tehát tényleg, hogy elképesztő műsorok mennek, és hát valószínűleg mi nem férünk bele ezekbe a kategóriákba. Ez az érdekes, hogy tényleg sok zenész barátommal beszéltem erről, hogy nagyon sokan ugyanebben a cipőbe járnak, nyilván akik nemzeti témákat fogalmaznak meg, de nem csak ők, hanem
akik normálisabb majd rockzenét játszanak, ugye maga ez a műfaj is azért még mindig mostohán van kezelve. Szerinted van erre lehetőség, hogy valami változzon? Most van egy rádió. Igen, hála Istennek van a rock rádió, ott játszanak valóban Ossziánt is, és sok más olyan zenekart, akiket egyébként nem. És tényleg én még nem is szóltok semmit a magam kis 30 éves zenekarával, hogy nem játszanak, de például itt van a Lord, akik már Isten tudja 40 hány évesek, ugyanabban a cipőben, és tényleg sorolhatnánk egy jó pár ilyet. És a 80-es években metal zenekart működtetni, igen, az milyen volt? Tehát ott voltak azért az akkori korhatalommal bizonyos meccsek. Ha az Ossziánról beszélünk, végül is mi már ennek az úgynevezett elmúlt rendszernek az utolsó pár évében érkeztünk, és ott már érezhetően kevesebb ilyen jellegű probléma volt. Amit én láttam ugye a 70-es években, azért az más volt ugye a P-mobil és társai, és akkor én mint ez közönség láttam. Nálunk már ilyen jellegű problémák nem voltak, hát a lemezgyárban még azért előfordultak, mert ott azért volt olyan illetékes elvtárs, aki azt mondta például egy-két korai dalszövegemre, ami egyébként, bocsánat, ez most pokolgép, például a Jel. A Jelnek az eredeti szövege az nem ez volt, ami közismert, mert én ezt úgy írtam meg, hogy én ezt egy barátomról mintáztam, akinek nagyon komoly tetoválásai voltak, tényleg Jimi Hendrix hasonlók, és hát mondjuk ezzel nem nagyon dicsekedett, ez el volt dugva. És hát erről szólt az eredeti Jel, hogy tetovált testét bámulták, lesték, bőrén ott a Jel, én mint rock and roll hívő megkértem őt, hogy testemre vésse fel. És akkor azt mondta az illetékes elvtárs, hogy mit képzelek, ez a szocialista ember típushoz teljesen mértatlan dolog, itt csak a sittesek viselnek tetkót, és akkor át lett ugye iratva a történet, ami egy tündéri végkifejlete ennek a sztorinak, hogy az illetékes elvtárs megúszta a rendszerváltást, és még a 90-es évek közepén is ott volt a hanglemezgyárban, és akkor nagyon divat volt egy-két évig ez a dirty, csajozós és tetkós rock, és azt mondta nekem, hogy látja, Paksi, ez megy most, magának is már egy tetoválást föl kéne raknia. Ő ki volt? Wilpert Imrének hívták, és most már boldog nyugdíjas. A többi együttessel ebben az időszakban milyen volt a viszony? Tehát akik hasonló műfajban, akár riválisként működtek. Nem nagyon volt ott rivalizálás, mert amikor elkezdtük, ez nagyon underground szinten működött. Én a Molly Zsoltival például, aki most a Cool Head Clubban énekel, akkor neki egy Sámán nevű zenekara volt, de óriási haverok voltunk, és éjszaka együtt jártunk plakátozni. Vittük a Csirizes Vödröt, és nyaltuk ki a plakátokat. Mert volt olyan, azt kell, hogy mondjam neked, hogy én bepofátlankodtam az Edda akkori menedzserének a lakására, becsöngetett, hogy szevasz, te figyelj, van egy zenekarom, Ossziánt, még csak demónk volt. És figyelj, nagyon szeretnék az Edda előtt játszani, és tök rendes volt, mert még pénz se kért. Meghallgatta, mondta, hogy jó, ez belefér az egész történetbe, és annyi, hogy nyaljunk ki 1000 darab plakátot a bulira. Ez volt a deal. És akkor mentünk és plakátoztunk. Én úgy tudom, hogy van neked egy elég komoly hobbid, amiről több fórumon azért megjelentek fotók, szép fotók, ez a makettezés. Igen. Beavatnál minket ebbe egy kicsit, hogy kell ezt elképzelni, mert azért elég komolyan űzöd ezt a műfajt is. Igen, büszke is vagyok rá, hogy én most már nagyon sok külföldi fórumon publikálom a képeimet, és nagyon-nagyon szép visszajelzések érkeznek a dologhoz. Hát annyit kell tudni, hogy én egy nagyon kicsi méretarányban dolgozom, mert a makettezők többsége az 1.35-ös méretarányt szereti, ahol körülbelül ekkora egy ember figura. Én ennek pont a fele 1.72-ben, és ez ilyen 22-24 mm-es egy ember figura, amit tökéletesen ki kell festeni, tényleg az álszíjaktól kezdve, az övcsatok, a kitüntetések, meg minden, járműveket és stb. Én csak azt az egyet bánom, ezt én kb. 6 éve művelem, hogy nem korábban kezdtem el, mert már gyerekkoromban is az én édesapámnak volt egy teljes szobányi vasút modell terepasztala, és nekem nagyon tetszett, de mindig azt mondtam, hogy egyfelől nekem nincs elég kézügyességem, meg én nagyon ilyen lobbanékony, türelmetlen típusú emberek, ez úgyse fog menni. Borul a terepasztala. Borul a terepasztala, és képzeld, hogy nem. Hihetetlen türelmem, nyugalmam van ezekben, ha 15-ször elrontok valamit, akkor az az én hibám, én hibáztam, és nem vagyok ideges, és csinálom, és nagyon megnyugtat.
Mert például egy olyan hétvége, mint ami most is volt, hogy Zsinórba mentünk három bulit, rengeteg stressz, nagyon hangos zene, mert nem csak mi, hanem egy csomó más zenekart előttünk, utánunk. Utána egy nap, amikor iszonyatos kellemes csendben én csak ott festegetek, hát az olyan hihetetlen jó kikapcsolódás. Ráadásul egy másik kedvencem a történelem, ugye, és azt kell mondanom, hogy az utóbbi 6 évben sokkal többet fejlődtem a részletekben, mint az elmúlt években, mert mindennek utána kell olvasnom, tehát a legkisebb részleteket is, tehát most már tényleg minden rohamlöveg, minden páncélosnak azért tudom a jellemzőit. A kedvenc korszakod mi, ami igazán tetszik neked? Második világháború, és szinte kizárólag a normandiai, a dénap utáni életképeket csinálok, bár most csináltam egy téli diorámát, tényleg egy keleti frontosat. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy neked van egy külön szobád erre, vagy pedig... 3 szobám van erre. És de mondjuk vannak meglévő összeállításaid, igen, amiken nem változtasz, vagy mindig rakosgatod őket össze? Most mondhatnám azt, hogy vannak, amik nem változnak, de ez nem igaz, mert elképzeled, hogy 2-3 év múlva megnézem őket, és biztos, hogy fogok találni bennük olyat, ami... És akkor félig lebontom őket, és feljavítom, felújítom, vagy akár teljesen átalakítom. Visszatérve arra, hogy a dalok miből születnek. Ugye neked, gondolom, amikor írsz egy dalt, meg az egész tevékenységed mögött azért ott van egy vezérfonál. Veszem azt a hazafogalma. Igen. Ez a szülőföldünk, ez neked hol van a lelkedben? Ez nagyon fontos. Pont most csináltam egy interjút a Cselőtei Lacival, és kérdezte, hogy sosem merült-e fel bennem a gondolat, hogy esetleg ezt a zenét, amit csinálok, akkor esetleg ennek csinálok egy angol nyelvű változatát, és akkor kimenni, és akkor ott ugye sokan megpróbálják, és nagyon kategóris azt mondtam, hogy nem, mert én annyira magyarul gondolkozom, és annyira itt vagyok. Persze voltak, mondom, időszakok a 20-as éveimben, amikor tényleg gyakorlatilag semmi nem jött össze, és garázszenés volt, 3 luppó nem volt a zsebemben, de itt csináltam tovább, mert lesz, ami lesz. Nem tudok külföldről gondolkozni, mert ott másképp, tehát hiába tudod a szavakat, meg ilyen hangzatos dolgokat összefarigcsálsz, rímeket, de azok az emberek biztos, hogy másképp gondolkoznak, semmi értelme nincs, hogy mondják, egy vödör homokot vinni a Szaharába, meg így. Én itt jól vagyok. És a zenekarnak mik a jövőbeni terve, illetve hogyha fel tudsz nekünk festeni egy kis aktualitás halmazt? Most fejeztük be a tavaszi-nyári turnét. Most egy kicsit nyugodtabb időszak jön, és most szeptember 10-én lesz a Barba Negra Trackben a 30 éves jubileumi koncert, és utána pedig nagyon sok közös koncertünk lesz a Kárpátiával. Egy sportcsarnokos kört fogunk, és december 30-án ez valahogy mindig úgy jön, ez már szinte hagyomány, hogy Békés Csabán fogjuk az évet befejezni egy koncerttel. És kiadványok tekintetében akkor volt most ez a balladás dolog, és akkor mi lesz, ami még esetleg jöhet? Dolgozunk egy új anyagon, ami szerintem egy érdekes és meglepő, kicsit izgalmas lesz hangszerelésre, de ez még egy kicsit maradjon titok. És hogyha így nézed az országunk sorsának alakulását. Ugye általában azt veszem észre, hogy a zenészek vagy művészek, ez a közeg, ez mindig azt mondja, hogy jaj, erről ne beszéljünk, de te, mint mondjuk ember, aki nézed, hogy mi folyik itt, mondjuk jön a migráció, stb. Stb. Ezeket te hogy látod? Tehát ezt veszélynek érzed? Muszáj, hogy érdekeljen. Azt kell mondanom, hogy most nevezhetnek engem ugye maskalaposnak, meg nem vagyok eléggé liberális, egyáltalán nem vagyok ebből a szempontból. Azt kell, hogy neked hogy mondjam, hogy én ilyen régi módi elvek, mert azt mondom, hogy ez a mi otthonunk, ez a mi házunk, most miért kell nekünk itt mindenkit befogadni? Köszönöm szépen, hogy elfogadod a meghívást. Én is nagyon szépen köszönöm, és majd tisztelő volt számomra. Viszontlátásra.